Hangvilla című magazinműsor itt a Fehérvár Televízióban. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a nézőket, és hát ahogy szoktuk, nagyon nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban vendégeinket is, hiszen nincs hangvilla vendégek nélkül, nincs hangvilla zene nélkül, ehhez kell egy zenekar, kellenek olyan emberek, akik értik mindezt, és nagy reménység szerint majd olyanok, akik pedig megnézik ezt a műsort, akik velünk lesznek, akik hát folyamatosan itt vannak és követnek bennünket nagy reménység szerint. Esze Tamás és Csorba Péter a stúdió vendégei, és ma talán a televízió nézők azt is érzékelhetik, hogy némiképpen hát megváltoztattuk a külsőnket, próbáltunk egy fogyókúra után, hiszen ugye az újévi fogyókúra után valami teljesen újat hozni, megújulva a Hangvilla című magazin műsorunkban, olyan szinten egyébként, hogy ma az akusztikus hát felhang lesz a téma, zenei értelemben, szóval srácok, hát szeretettel köszöntelek benneteket, szervusz, sziasztok! Szia, köszöntjük a nézőket! A hosszú felvezető után, aminek magam sem tudtam, hogy hol lesz a vége, egy biztos, hogy ma zenélünk is, akusztikus felhangú történetekről beszélgetünk, megmutatunk akusztikus hangszereket, egy nagyon érdekes ütős hangszer is szóba kerül majd, ez a cajón, amit egyébként cajonnak írnak, és én nagyon sokáig nem értettem, hogy ez mit jelent. Aztán jött Csorba Péter és megmondta és elmagyarázta, úgyhogy erről is fogunk beszélgetni, de először is kezdjük a Gorzium iskola történéseivel. Hát itt az első fél év vége, a második fél év eleje lassan, ami óriási kihívások elé állított benneteket, hiszen ugye egyrészt le kéne osztályozni, pontosabban osztályozni kellene a diákokat, nem le, hanem osztályozni. Félévi bizonyítványokat kellene kitölteni, ami viszont ebben az online oktatási rendszerben, főleg egy művészeti zeneiskolában, hát nem olyan egyszerű. Szóval itt a fél év vége és a következő eleje. Tomi, te tanszakvezetőként, tehát ezt hogy éled meg? Igen, hát nem csak tanszakvezető vagyok, hanem osztályfőnök is. Na, és hát pont most néztem. Én kérek elnézést, bocsánatot kérek. Csak ugye mihez tartozik? Világos, egyértelmű. Csak éppen most néztem meg a naplót, napló kivonatomat, és azt kellett tapasztaljam, hogy nagyon jól vették a diákok ezt az online oktatást, és van, akinek például színötöse van. Tehát van, aki például úgy élte meg, hogy sokkal jobban érzi magát otthon, mert tud tanulni, nem zavarják a többiek. Uh-huh. Nincs beszélgetés az órán, meg mit tudom én, szóval volt, akit szinte elvesztettünk, mert azért nagyon nehéz feladat 10 éves gyerekeknek egyik pillanatról a másikra saját maguknak beosztani az idejüket, saját maguknak beosztani a tanulnivalót, az anyagokkal készülni, és ezekből a digitális tananyagokból kiszűrni a lényeget, úgyhogy heti szinten ne legyen egy olyan személyes kontroll a tanár által, hogy ostorozva érezzék magukat. Tehát, de ez a kisebbség. Uh-huh. Tehát a nagy része az én osztályomnak is, és szerintem mondhatni az egész iskolában, nagyon jól vette ezt a dolgot. Az osztályzás szempontjából meg annyira nehéz dolgunk nincs, ugyanis elektronikus már a napló is, úgyhogy gyakorlatilag teljesen hiba nélkül minden akadályt veszünk. Tomi, egy érdekes kérdés, hiszen te is, én is gyermekes apukák vagyunk, és ugye aggódunk a gyerekek reális osztályozása miatt itt az online oktatásban. Az én kislányom még negyedik este, tehát náluk van nappali oktatás. De akik online vannak, online oktatásban vannak, és most nehezet fogok kérdezni, és kérlek próbálj meg, nyilván nehéz kérdés, és őszinte választ várna mindenki szerintem, aki néz bennünket, lehet reálisan osztályozni az online oktatás idején? Én azt gondolom, hogy ha egy tanár, egy pedagógus jól találja ki a visszacsatolást, akkor lehet. Uh-huh. Tehát, hogyha jó feladatokat adunk nekik, olyan feladatokat, amiket otthon meg tudnak csinálni, és viszonylag reálisan vissza tudják nekünk küldeni, és tényleg látjuk ennek az eredményét, akkor abszolút reálisan tudunk osztályozni. Tehát minden tantárgynak megvannak azok az eszközei és lehetőségei, hogy miként tudjuk ezeket az anyagokat számon kérni, miként tudjuk nekik tálalni, uh-huh. ugye úgy, hogy tényleg érthető legyen, egyedül is tudjanak tanulni, tehát azért, hogy ne legyen állandóan ez a tanári segítségre szükségük. Természetesen a konzultációs órák ezért vannak, hogy segítsünk nekik, és segítünk is mindenben, amiben csak tudunk, de a házi feladatokat olyan ügyesen kell kitalálnunk, és a számonkéréseket, hogy tényleg visszatudják, és abból kiderüljön, hogy ők tényleg tanultak, és tudják is az anyagot. Uh-huh.
Na, Petit is szólítsuk meg, sőt, olyannyira egyébként, hogy mindjárt megszólaltatod majd azt a remek kis hangszert, amin ülsz, amin ücsöröksz. Ilyen úri helyzetben vagy, hogy gyakorlatilag a hangszereden ücsöröghetsz. De Peti, hát nyilván nálatok is ugye, tehát a dobosok oktatásában is egy óriási kérdés ez. Azt kell mondjam, hogy egy icipicit vagyok más helyzetben. Na. A mi tanszakunk az annyiból nehezebb, hogy ahol nincsen saját hangszer, és nincsen saját hangszeren való gyakorlási lehetőség. És a dob az ilyen. A dob felszerelésre gondolok, ott viszont azért nehezebb. Uh-huh. Nyilván át kell alakítani a számonkérési vonalát is, de talán a tavalyi egyik műsorban én ezt már említettem neked, hogy volt nekem is olyan tapasztalatom, hogy van olyan diák, aki passzívvá vált, de van olyan, aki viszont kifutja magát, mert éppen azt a lehetőséget lovagolja meg, hogy van most ideje rá, és tudja, hogy mit kell csinálnia, van feladat, van bőven, amiből tanulhat, és kifutja magát, tehát többet tud letenni az asztalra, önmagának is, meg egyébként is, mint a kontaktórákon, vagy az iskolában. Hát tulajdonképpen egyformát, és ugyanazt hallhattuk mind a kettőtöktől, tehát vannak diákok, akik ezt nagyon élvezik ezt a helyzetet, és vannak, akik nyilván ugye nem utolérhetők. Jó, mivel az idő nagyon szalad, van egy másik remek téma, amiben mindenképpen el kell, hogy veszünk, ez pedig nem más, mint a nyílt nap, ami ugye azért azt gyorsan tegyük mellé, hogy ez egy online nyílt nap, ugye? Igen, ez december egy környékén beszélgettünk, egy 15-én volt, december 15-e magasságában volt valahol egy tavalyi, de hogy akkor újra készült aki erre. Igen, kedden lesz, 19-én, jövő héten kedden lesz a nyílt napunk, és 5 órától, és decemberben csináltunk egy nagyon-nagyon sikeres nyílt napot. Sokat szenvedtünk vele, és sokat készültünk rá. Ez egy interaktív, digitális nyílt nap. A YouTube csatornánkon, az iskola hivatalos YouTube csatornán élőben streameljük a nyílt napot, és az interaktív chat felületen lehetőség van akár real-time-ban, tehát valós időben kérdezni, és arra mi tudunk válaszolni. Úgyhogy ez nagyon-nagyon sikeres volt, és rengeteg kérdést is kaptunk, rengeteg érdeklődést, és azt kell, hogy mondjuk, hogy szükség is van rá, mert szerencsére rengetegen érdeklődnek az iskola minden tanszaka iránt, úgyhogy most ezt megismételjük, ezt a nyílt napot, és ennek még az az előnye, hogy nem csak, hogy streameljük, hanem ez ott is marad, tehát visszanézhető bármilyen milyen mennyiségben és számban, úgyhogy én nagyon sikeresnek találom ezt az egészet. Petivel idefele együtt jöttünk a zenekari buszba, újra ugye élmény volt beülni a zenekari buszba, hosszú ideje nem tettük már ezt így együtt, és arról beszélgettünk, egyébként szóba került ez a nyílt napotok is, hogy ti magatok is rácsodálkoztatok, hogy ebben a csetelős, vagy ebben az írogatós kérdezfelelek játékban hosszú másfél-két órákat ott ültetek, és kénytelenek voltatok. Tulajdonképpen az interaktív része, igen, az egész rövidre terveztük, hogy jó, hát ha lesz kérdés a végén, akkor megválaszolják az aktuális szaktanárok, akihez a kérdés szól. Aztán lett belőle egy egészen hosszúra nyúló, de nagyon sikeres, és sok érdeklődőt vonzó történet. Szóval akkor nyílt nap újfent, ez egy online nyílt nap a Gorzió Művészeti Iskolába, ahová én nagy szeretettel hívom azokat, akik úgy gondolják, hogy ebben a nagyon nehéz időszakban is vinnék a gyereket zeneoktatás irányába, nevelnék őt, érzékenyítenék őt, és hát nagyon fontos, hogy azért mondjuk ki, tudjuk ezt, annyiszor elmondtuk már, hogy nehéz időket élnek meg a zenészek, meg a vendéglátósok, a szakácsok, a pincérek, meg a zenészek, de ezzel együtt azért legyen meg az a reménységünk, hogy a jövő generáció is szeretne megtanulni zenélni, megismerkedni hangszerekkel, és hát itt az iskolában várjátok őket nagy szeretettel. Sőt, bocsánat, nem csak a zenészeket várjuk, hanem az összes tanszakunkra. Ezt azért meg kell említeni, mert ugye van zenész, táncos, fotós, grafikus, sőt, informatikus szakunk és sima gimnázium szakunk, úgyhogy most a teljes palettát sikerült lefednünk, úgyhogy mindegyikre várjuk a jelentkezőket. És mindenkinek zenét tanulni lehetőséget adunk, ugyanis az Alapfokú Művészet Oktatási Intézményünkben teljesen ingyenesen tanulhatnak bármilyen szakról. Úgyhogy ezt azért bocsánat, hozzáfűztem, hogy minden szakra várjuk
a jelentkezést. Azért ez mindig megkönnyíti az ember életét, amikor felkészült vendégek érkeznek a felkészületlen műsorvezetőhöz, és azért egy dologban még belekapaszkodnék, hogy akkor az alapszintű oktatás ingyenesen? Így van. Aki hozzánk főtanszakra beiratkozik, teljesen mindegy, milyen szakra iratkozik be, annak bár az alapfokú művészet oktatási intézményünkben akár ingyenes a zenetanulás, bármilyen hangszert választhat, de mondjuk egy zenésznek a tánc tanulás is ingyenes, és mondjuk grafikára is van lehetősége. Uh-huh. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon népszerű dolog, és itt aztán igazán összekovácsolódik ez a 300-400 ember, uh-huh. gyerek, aki hozzánk jár, mert ugyanis teljes átjárás van a szakok között, és uh-huh. egymás életébe bele tudnak pillantani egymás szakmai munkájába, úgyhogy ő is részt vesz benne. Nagyon jó, mert így a közszolgálati tartalom és a közszolgálati érték is megnövekedett ebben a műsorban, úgyhogy most nagyon rövid szünetet tartunk, de hát a szünetben mi más csinálnánk, mint hogy zenével folytatjuk tovább, utána pedig hívogatjuk a televíziónézőket, tartsanak velünk a folytatásban is. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is! Thank you.
Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Nagy szeretettel köszöntjük a Hangvilla nézőit, folytatjuk tovább itt a Fehérvár Televízióban, és akkor hát az előzőekben nagyon szigorúan véve az iskola dolgairól, a Gorzium Művészeti Iskola dolgairól beszélgettünk. Esze Tamással és Csorba Péterrel, a tanszakvezető, osztályfőnök, akit hát ugye ki kell, hogy hangsúlyozunk, illetve Peti pedig a következő dobos generációért küzd az iskolában. Hoztál magaddal egy nagyon érdekes hangszert, hiszen ebben a mai műsorban szeretnénk az akusztikus zenéről, az akusztikus hangszerekről beszélgetni, sőt nem csak hogy ebbe, hanem majd a jövő hetibe is. Szóval Peti, ücsöröksz egy madár etetőn, ami úgy tűnik egyébként, hogy valamiféle madár etető. Nagyon röviden mutasd be nekünk pár mondatba, utána megszólaltatjuk, és aztán utána bővebben is kinyitjuk. Szóval, hogy mi ez? Hát tulajdonképpen ez egy szintén afrikai hangszer, mint az ütőhangszereknek a családjának majd minden tagja. Annyi különbséggel, hogy tulajdonképpen elszármazott Dél-Amerikába, és azon belül is Peru országa az, ami leginkább népszerűsítette, illetve népi alaphangszere a cajón. És gyakorlatilag az a célja, hogy egy mai könnyűzenei dobfelszerelésnek a két legfontosabb hangszerét, a nagydobot, a mélyhangú nagydobot, illetve a pergődobot helyettesítse. Uh-huh. Ez a célja. És tulajdonképpen hordozható, nagyon könnyű rajta egy bizonyos szintig játszani. Minden zenéhez tud alkalmazkodni, nagyon ilyen szempontból nagyon jó. Illetve hát ezekhez van még kiegészítő ütőhangszerek, bármilyen más dolog hozzátartozhat, hogy jobban alkalmazkodjon az adott stílushoz. Na meg is mutatjuk, hogy szól. Ebben, ha megengeded, akkor segítségedre lennék. Van egy jó gitáros a történetben, és van egy viszonylag rossz gitáros. Tehát ezt majd nézők eldöntik, hogy melyik. Jó. Megbeszéltük, tehát meglepetésszerűen, de megbeszéltük a kódáson kívül, hogy mit fogunk produkálni. Ezt én kezdem, remélem, hogy nem rontom el. Világ végéig lehetne játszani. Megszólalt a hangszer, és ami feltűnő egyébként, amikor én ezzel a remek hangszerrel nem találkoztam, akkor nem tudtam elképzelni, hogy hogy utánozza a pergő hangját egy doboz. Mert igen, a pergőnek, azért tudni kell, itt a díszletben a figyelmesebb televízió nézők láthatják, hogy van egy pergődob kitéve, és ennek az alján, ugye egyszer bemutattuk már részletesen, van egy kis sodrony, vagy egy ilyen kis... Van. Ami ad egy rezgés. Na de hát ebben mi ad rezgés? A legfontosabb a könnyűzenei dobfelszerelésben a legfontosabb hang a pergődob. És ennek az a különlegessége, hogy van egy sodrony szerkezet. Ezt úgy kell elképzelni, lehet, hogy meg tudjuk mutatni a kamerával is, mint a tollrugó, csak ki van nyújtva. Aha. Ez felfeszíthető az alsó dobbőrre, és annak a rezgése átveszi ezt a rezgést, illetve ad egy olyan segéd, felharmonikus hangot a dobnak, amelytől teljesen különböző lesz a többi dobtól, kiemelkedik hangerőben, hangtónusban, mindenben, és ezért adja a legfontosabb hangot. Igazából az egész könnyű zenében így van. Uh-huh. Most ezt a hangot, hogy tudjuk utánozni, ez tulajdonképpen egy üres doboz, aminek egy rezonátorlap az eleje, egy egész vékony kis furnérlapot kell elképzelni, ami önmagában csak mély hangot adna, pont a doboz méretéből adódóan. Viszont ahhoz, hogy ezt a sodrony hangot tudjuk utánozni, valóban van a hátlapjára ennek az ütőlapnak felcsavarozva egy olyan sodrony, mint ami a pergődobon van, csak mondjuk a fele olyan hosszúságú. Aztán egyébként meg van ennél professzionálisabb hangszer,
ahol tulajdonképpen gitárhúrokat használnak a rezonátorlap mögött, és ezek hangolhatóak is, feszíthetők, éppen úgy beállítható, mint az egyébként hagyományos pergődobom. Ezzel jobban, mondjuk hangstúdióban inkább előjönnek az előnyök, és még inkább alkalmazható bármilyen zenébe. Ez egy fix, sodronyú hangszer, de ezzel is szépen meg lehet. Beti, a Tomi, egy kicsit visszahúzzuk magunkat, és akkor főszerepbe engedjük sorba Pétert. Játszol nekünk csak, hogy naturba teted saját magad valamit? Igen. Hogy még jobban megismerhessük ezt a hangszert. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a rezonátor lapnak az alsó fele, illetve a közepe az a legmélyebb hangú. Lehet utánozni vele olyasmi hangzást, mint a kongák, egy mély, egy magas hangzás. Lehet a tamokat, ki, aki mennyire ügyes, mert ennek aztán van komolyabb játéktechnikája, hiszen én mondjuk nem feltétlenül foglalkoztam ilyen behatóan nyűjtő hangszerekkel, csak ennek a hangszernek pont az a nagy előnye, hogyha valamennyire tud az ember egyébként játszani, akkor ez hamar átültethető erre a hangszerre. Tehát az alsó része általában tenyérrel, vagy úgy, mint a kongával játszik újhegyjel is az ember. Meg lehet találni több tónust. És a tetején, ahol a mögötte beszerelt sodrony van, ott pedig ez a magas hang van. Itt pont nincs, a két szélén van neki sodrony. Itt mindegyiken magas. És hogyha általában ugye ez latin zenékhez leginkább alkalmas, most az imént egy blues kört játszottunk, ezt is el lehet kísérni vele, de leginkább ez a konga hangzást utánozza, és akkor egy latin alap. Valami ilyesmi. Uh-huh. Zenekart alapítanánk, esetleg beszállnál? Tehát, mert hogy érdekelne, mert a Tomival egy új bandában gondolkodunk. Nekem így a végére, ennek a beszélgetésnek a végére, azon túl egyébként, hogy nagyon remélem, hogy sokan, akik most néznek bennünket, egy újszerű élményt kaptak, hiszen megismerhetek egy új ütős hangszert. Nekem arról már csak, nem beszélve, igen, bocsánat, hogy egy nagy előnye még, a hordozhatóságon kívül, mert nagyon könnyű hangszer, hogy viszonylag olcsó. Aha. Tehát, hogyha nem akar beruházni dobfelszerelésre az ember, és egyébként cuccolni vele, akkor ez tökéletesen alkalmas az ilyen akusztikus zenéknek a kíséretére. Uh-huh. Na Peti, akkor nekem most már csak mint ilyen stylist szemmel hadd kérdezzem meg, hogy és az mindig fontos, hogy a Kahonhoz hozzáöltözzön a használója? Mert dizájnban nagyon rendben van egyébként. Tehát erre én is van? Gondoltam, nem volt direkt a választás, de igen. Uh-huh. Nekem alapból megtetszett ez a dizájn, rengeteg külső dizájnnal gyártanak hangszert, ezt a Kahont. Éppen ez ilyen sikerült, uh-huh. De ez egy márkás hangszer éppen. Tomi, ma rád nagyon kevés időnk jutott, de jövő héten veled és Zsolttal folytatjuk tovább a beszélgetést, mert hogy nyilván az akusztikus hangszerek bemutatásánál az akusztikus gitár mellett nem mehetünk el, illetve majd a zongoráról is fogunk beszélgetni, még akkor is, ha mi egy nagyon pici csalást követtünk el, hiszen nem hoztunk akusztikus zongorát, a Stanway zongorát kínhagytuk, nem fér be az ajtón, a nagy versenyzongora, úgyhogy az kimaradt a jégen a hóba. Viszont hát az akusztikus gitárról és azért a zongorázás kérdéseiről is beszélgetünk majd. Pontosan egy hét múlva hívjuk majd a televíziónézőket Hangvilla című műsorunkba. Mai vendégeinknek, tehát Esze Tamásnak és Csorva Péternek köszönöm, hogy itt voltak. Köszönöm. A televíziónézőknek köszönjük szépen a figyelmet, és akkor egy hét múlva újra Hangvilla. Viszontlátásra! Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is! Zeng a mexikói karnevál, pengbe peng, száz gitár, éjfekete hajú szép leány, táncba ír, és dalt kíván. Csengve koccan össze két pohár, szól egy hang, még így áll. Vágy tüzel a zene ritmusán, karnevál, hú, a karnevál. Így szövődik sok tarka regény, Mexikóban az ideje, s mire eljön a hajnali fény, tovább száll a remény. Éjfekete hajú szép leány, sírva sír egy bál után, s álmai
Paliban egyre visszajár a karnevál, a karnevál. Sok tarka regény Mexikóban az éj idején, s mire eljön a hajnali fény, tova száll a remény. Éj fekete hajú szép leány, sírva sír egy bál után, álmaiban egyre visszajár a karnevál, a karnevál. A regény Mexikóban az éj idején, s mire eljön a hajnali fény, tova száll a remény. Éj fekete hajú szép leány, ó sírva sír egy bál után, álmaiban egyre visszajár a karnevál, hú, a karnevál. Majban egyre visszajár a karnevál, hú, a karnevál. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. A műsor fő támogatója a Gorzium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, Székesfehérvár, Farkasvermi út 40, www.gorziumiskola.hu.